Gondolom, hogy elsőként mindenkiben felmerül az a kérdés, hogy miért pont a zsidó temető. Erre a válasz egyszerű. Borsod megyei szinten is különleges, eredeti állapotú temetőről beszélünk. Itt még nem mozgatták el a sírköveket a helyükről, mint ahogy a környezetünkben felújított zsidó temetőkben, mint például Putnokon, és Hódoscsépányban, megtörve ezzel az alapvető zsidó temetkezési szokásokat. A Sajó-Kaznici hitközség 1806-ban alakult meg, mint Borsod megye legkisebb izraelita közössége. Zsinagógájuk 1813-ban épült fel. 1869-ben önálló hitközséggé vált, és elsőként csatlakozott a neológ izraelita irányzathoz. Ezért is olyan különleges ez a temető, hiszen Borsodban neológ zsidó temető nem sok van. Ráadásul a kaznicborcikai egy vegyes temető, hiszen a hitközség a későbbiek folyamán visszatért az ortodox gyökerekhez. Tehát a korszakot figyelembe véve először ortodox, majd neológ, végül újra ortodox hitközségről beszélhetünk. Ez azért fontos, mert a temetkezési szokásaik is merőben eltértek egymástól. Az ortodox zsidók a temetéskor figyelembe vették, hogy melyik törzshöz tartozott az illető, valamint azt is, hogy nőről vagy férfiről van szó. Így férj és feleség nem temetkezhetett egy helyen. Még egy fontos előírásuk volt, hogy a sírkő minden esetben homokkőből kellett, hogy készüljön. A neológ hit követőinél engedélyezték a családi temetkezést, valamint már nem volt megkötés a síremlék anyagára vonatkozóan. Mindkét hit kötelező előírása volt, hogy a sírnak kelet-nyugat irányba kellett állni. Ez nagyon jól megfigyelhető a kaznicbarcikai temetőben, hiszen a keresztény sírokra merülegesen állnak az izraelita sírkövek. Kaznicbarcika előtt településén soha nem volt nagy létszámú zsidó közösség. 1929-ben 94-en, a II. Világháború előtt pedig 64-en éltek itt. A deportálások és a II. Világháború után a hitközség 14 fővel újjászervezett. 1959-ben a zsinagógát felújították, és emléktáblát helyeztek az imaházba a II. Világháború áldozatainak az emlékére. Mivel a teljes berendezés a háború folyamán elpusztult, a szikszói zsidó családok házaiból és a zsinagógájukból szerezték be a bútorokat, amivel az imaházat berendezték. Mementóként teljes egészében a maga műemléki mivatában meg akarták tartani. A hitközség megszűnésének pontos időpontja jelenleg ismeretlen. Zsinagógájukat 1977-ben bontották el, Új-Kazincon, a volt bányászklub helyén állt. Ez a több mint két évszázados temetőrész annak ellenére viszonylag jó állapotban van, hogy az idő viharai és a barbárok folyamatosan rongálják. A sírok egy részét felborogatták, a héber szövegrészt letörték. Egy-két síremlékre horogkereszt is került. A homokkő sírkövek egy részét az idő vasfoga vette kezelésbe. Szerencsére a márvány sírkövek nagy része továbbra is olvasható. Az 1993-ban történt felmérés során 56 sírt sikerült azonosítani Veres András fotográfusnak, nekünk most, 2020. március 29-én körülbelül 50-et. A temető mérete nagyjából 50x100 méter. Most pedig járjuk be a területet. A zsidó temető az új temető felett a domboldalban, a bal sarokban található meg.